Na üdvözlök mindenkedvesen, itt vagyunk a legújabb Május Forgászos részben, mai nap itt van Anti, Csá, Hello és Nagy Latus is. Itt vagyunk a rendezvény utáni, hát másnap helyett, egy hétre utána eljöttünk ismételten hozzánk a patakozónál, már kijött nekünk egy kézigárnát, hát reméljük, hogy most nem fog semmi ilyesmi kijönni, ugyanis hát olyan szinte megvan nőve megint a... Minek hívják ezt? Nem hínár, hanem pataknak a mentén mi van? Fű? Megvan nőve a fű, hogy hát végig a patakba kell sétálni, mert tele van dugik, tele van csalánna. Szóval remélem, hogy túléljük, de hogyha nem, akkor örültem, hogy megismertelek. Szia, köszönöm, hogy eljöttetek. De még nem fogunk felrobbanni. Na mi helyzet, Anti? Menjél be. Menni kőbe. Így. Szólj már, hogy milyen mély. Na. Ú, de várom, hogy horgásszak. Nagyon régóta akarunk, nézd már, horgászik is, meg se várja az ember. Anti spam már fogott is, azt nézd, húz ki tesó. Íh, hallod? Anti. De nem az, emeld már fölbe kicsit a május, ez milyen kötés, úristen. Muti? Ez ilyen gyors kötés. Na, emeld fel gyorsan, van egy ácskapocs, meg is szöged, nagyon szép. Ott jön a vödör, amiből le fogjuk tenni a... Ott egy kocsigumi. És az én első fogásom is megvan. Nem tudom mi ez, hogy nagyon nagy, irgalmatlanul nagy vázs. Vázs. Fogtam egy vázsát. Lehagyjuk, srácok. Lehagyjuk. Hát Lacus fogott valami lakatszerűt, amire oroszul van valami ráírva. Elég furin néz ki. Szerintem egy lakat lehetett. Ez egy bökő, vagy egy hegesztőpálcot. Azt nézd, Lacus, ez egy jó fogás. Mit fogtál, Lacus? Leveszed a mágnesről? Mondok neked egy nagyon jó hírt, Lacus. Ez egy olyan kés, hogy bekaphatod, melyet akarok venni. Megfogod a kamerát és tudsz, vagy Anti, megfogod és videózol. Figyelj, ez egy olyan kés, Lacus. Hogy nem hiszed el, baznak, hogy a csávó mit fogod? Na jó! Egy gerber bicskát vágod, amit tele van tokba, benne van. Na jó! Nézd meg, gerber. Vagy Weiss Belgrills? Mutasd oda. Nem tudom, de hallod? Ne. Tök helyes, tök menő. Az Antira kamerát nézd. Mutasd. Azt nézd, micsoda fogás. Ez egy tök jó fogás, Lacus. Köszönöm. Ezt megvisszük Eriknek, mit szólsz hozzá, ez kurva jól néz ki. Jó, csak letisztítom. Nem kell, Eriknek nem szereti letisztítani. Utáljon. Nem, akkor jövünk ide dobálni, Lacus, meg van egy érzésem. Szép fogást, tessék. Fogtam meg valami nehezet, azt antipspan nagyon jó fej is kihúzza. Jézusom, ez itt... Úristen, Jézusom. Úristen, de húzz fel, húzz ki. Mutass meg, nézzenek, hogy mit fogtam. Úristen, ez egy... Wow, nagyon jó fogás, kösz. Anyák, megnézem a Lacust, mert nagyon nagy siker. Egyfolytában fogtam valamit, szóval megnézzük. Közben valamilyen ilyen állóvízszerű leállt át itt a víz, ott van egy kő, amit hogyha kiszedünk, akkor ha minden igaz, kicsit beljebb indul a patak, és jobban fog folyni magyarul, hát jobb lesz a mozgás, nem fog így rohadni se. Úgyhogy most itt szépen a szennyvízbe konkrétan megyek. Hopp, ez mi? Hopp, semmi. Szóval megyek Lacushoz megnézni, miket fogott, mert tele fogta már megint magát a csávó, képzeld el. Ez mi? Tégla. Úristen, én nem látok semmit. Jézusom, hova léptetek? Mindjárt fölrepülök, az nem lenne jó. Hopp, ott is a pót, hopp, itt meg bement a bokám, míg a víz ott is bement, nagyon jó. Már jövök is. Hopp, itt mindjárt lesek. Szia, Lacus! Miket fogtál? Hello, szia! Vidörbe vannak benne? Lacus. A vödörben vannak? Mellette? Jó itt a fogások? Jó helyet találtam? Oda néz. Ez azért mindent visz, figyeld meg. Még egy lakatot fogod, figyeld, mert ez tök menő néz ki ez is. Na jó, hát viszont ez majd a fénypontja. Úristen. Vödörben mi van? A szemét. Nem mély ott a víz? Nem merültél még el? Ne kamúz, elmerültél már? Ja. Biztos? Biztos. Na. Tapad a mágnes.
Ott egy autógumi, ez nem jól kiára? Most lehetem 100 000 gumikat. Szóval, mint mondtam, lehet van alatta valami. Pénztárcák, illetve táskák jöttek ki alóla. Wow, elég menszi. Ezt így felrakjuk a parthoz. Mindjárt átnézzük, hogy hát van ebben. Ez egy táska, Anti. Kérdezze, fogtam egy orosz elemet, amit Ubi is fogott már. Wow! Bacok. Azt nézd! Kenyed neki. Ők a mágnesemmel, mindjárt megdobáljuk. Segítsek? Jaj, elsüllyedtem. Figyelj, már itt egy üveg. Eljöttem. Begyüttünk-e ide? Úristen, ott egy Lacos, itt meg egy... Anti! Úristen! Nehogy megdobjam, megbassz, Anti! Szerintem 200 darab fok van fölötted. Lacos, hallod? Neked már velem, úristen! 5% van a GoPro-ba, ajjaj. Előre, mágnes horgászok! Megjöttünk az... Megjöttünk a következő helyszínre, a Paripa leparkot, és meg vagyunk itt. Mutkot mentünk be a kézgránátos videóba, a vízbe, vagyis a patakba. Ide jöttünk le, én viszont elfáradtam. Így ezáltal, már is látod? Én így nem hoztam már ezt, szóval a fiúk megdobálják innen a hídról, hogy mit fognak. Összetapadt a nyomat, tippen az. Ajjaj. Hozd meg. Ajjaj. Jó. Az jó. De most el tudod magad azt lökni tök jól. Nem áll is. Na, hát honnan le tudsz venni? Na ugye, nehéz volt. Ja, csalán. Egy csikárt itt, de ne. Na ugye, na mi van, Anti? Jó volt? És hogy jössz fel onnan? Kettő, mai nap ittünk az óbodai szigeten. Nagy Lacus, mutasd meg, mit fogtál nekünk? Mics kicsi? Van még ebből? Fegyvercső, azt nézd, a cse... Úristen, nézd ott azt az embert, így piú-piú, oda néz, nagyon jó. Illetve annánál... Nézzetek, srácok, very big. Nézd, mit fogtam, figyelj, 3, 2, 1, fenyerembe a pák, azt nézd, wow, mekkora. Vigyázzatok! De... Jajaj! Vigyázzatok! Nem hoztam kamput, baj. Akadt már, nincs itt a spani. Yeah, milyen köteled van, ne haragudj. Nekem? Új. 10 mm-es terepszínű. Úristen. És nagyon jó? A legjobb. Very big, nagyon jó. Úristen. Te nem a kislac? Nagy Lac. Úristen. Na szóval a kislac is fogott van, irgalmatlan nagyot, és Nagy Laca megindult. És ha minden igaz, akkor szerintem amúgy a kampó fogja, de azért óvatosan húzod, Laca. Kenu. Basszom ez. Hallod, ezt tudod mi lesz a ennek a lejárata? Engedd, Lacus, engedd, lenged, engedd. Fater, húzod. Húzod, húzod. Ah. Engedd, vigyük kestének a másik végével, nem? Engedjem? Engedd el. Majd visszahúzzuk a stének a másik végével. Jó, hogy kijön a stégol, hogy már jó lenne. De nem jön ki. Kiúztuk, Laca, ez a lényeg. Jó fogásod volt, meg kiúztuk, jó voltál. Baszd meg, ez nem a Robinnak a pulcsia? Nadrág! Ja? De honnan tudod ennyire? Hát a férfi nadrág, ott van vagyok. Robinnak a húzia. Jó kicsavarodott, Laca. Mit fogtál, Nagy Lac? Bast. Bazsad. Arány, lehagyjuk a mélybe, tesó. Mennyi fogás fogotok már? Kár, hogy melóztam. Jó.
Ne dohányozz a videóban, mert letiltják. Latus olyan fogása, feltételezhetően egy ismétleten egy cső, egy fegyvercső, onnan lehet megítélni, hogy innen lehet látni szépen ott a nyomát, illetve itt a tetején a szállat. Mit röhögöl? Mit nevettel? Hát, hogy megint fogtam egy... Hát, megint megjöttél! Köszönöm! Közt, söpöld a lábamra! Nagy forma vagy, Laca! Ez de kecses nő, ilyes volt, tessék! Túl tisztának néztél ki, nem látszolod, hogy dolgoztál ma már. Olcsó filterezés videókat. Menj már, beszínesíti a videót! Itt fog, így fog menni így videót. Ugye amúgy egy szemüvegen vagytok benne, ami hát persze mágnes horgászos, link a leírásba, de ez egyben egy... Nem, link a kamera mögött. Link a kamera mögött. De menőn néz, ez egy úristen. Azt mondják a srácok, hogy jól áll nekem. Jól áll nagyon. Tényleg amúgy? Udvariasak, hadd nézzem meg magamat. Ez a... Szia uram, nincs egy srác igény? Szia... Igen, lefotózom. Szia uram. Szia uram! Cső. Érdekel mágnes? Nem. Nem? Szia uram. Hát akkor nem érdekel mágnes senkit se. Mi van? Megint egy lyuk. Csá, Anti! Húzzatok már! Oh my god! Oh man, jó! Jézus atya úr, ez egy világháborús bökő! Azt a kurva, ez rajta van! Jézusom! Szia uram, érdekel egy kés bicska? Ez nagyon jó néz ki. Úristen, Anti, úristen, ott a márkája, de ezt én meg nem fejtem neked. Bögtek már meg? Add oda, tessék. Jó fogás. Kösz. Követ egy próbás. Vágod, olyan melegen van, hogy én levettem konkrét napot. Ez ilyen nincs mazeg. Ez felvett egy pulcsit. Hát Jézusom, fázol, Anti? Fázol? Ez... Há, Isten, én adtam el. Az jó volt videóban, amikor a verseny napján a GoPro-t oda tartottam a fogást, és én oda tettem a 4-10-est, emlékszel? Igen. Hogy oda cuppantotta az aksit, azt mondja, jaj, kiképezlek ifjú mányás horgásznak. Wow, very big. Nem mosog meg, nem tudom. Legyél szomorú. Laca, megölsz vagy nem? Nem ölek meg. A mai homlokod a fetet fejét. Ne, olyan fasz rajzolja a homlokod. Dehogy is, nem vagyok geci. Na, hadd rajzoljak már. Szívecskét rajzolok, de nem mozgass, mert már kikopott a belső. Nem állj, most kopik ki. Fú, de büdös. Várj, még egyet, hadd rajzoljak. Hú, de rohadt bügyös hallod. Mi? Mit rajzolt rá? Szíveskét. Tényleg? Nem, amit fogtam. Hú, nagyon hideg! Nagyon hideg! Kurva hideg! Ez igen. Jó fogás. Szokásos egy gombacsavar. Srácok, valami? Nem. Szomorú. A Rivér ott a parton jön vissza, egy szál alsógatyába. És hát a mai videónak itt lesz vége. Jó sok fogás volt, alig tudtunk videózni, mert olyan meleg volt, hogy itt a nap vége fel, mint láthatátok, picit bementem a vízbe, ebbe a rohadt melegbe. Úgyhogy találkozunk a legközelebb mágnes horgászos tartom, ami nem tudtok, hogy ugyanezen a stégen fog zajlani. Én Olvér voltam, itt vagyunk Nagy Lac, Kis Lac, Anti és Anna. Találkozunk legközelebb, én Olvér voltam, és akkor szevasztok!